A Kiskunhalasi Rotary Klub tagjai nemrégiben itt Kiskunhalason két ilyen kerékpár szervízpontot adtak át a város lakosságának. A céljuk az volt vele, hogyha valakinek menet közben meghibásodik a kerékpárja, eljön ide, és nagyon egyszerűen a szerszámok segítségével meg tudja szerelni. Az öröm nem tartott sokáig, mint ahogy önök is láthatják, a szerszámok egy részét valakik letépkedték erről az acél sodronyról, illetve az itt található pumpát is kitépték a helyéről. Szakadáti László, a Rotary elnöke azt mondja, hogy nagyon szomorúak minden miatt, de kedvüket nem szegi ez a cselekmény, hamarosan pótolni fogják a szerszámokat. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem számítottunk rá, hogy ki van téve a rongálás veszélyének ez a két szervizpont. Viszont az nagyon meglepett minket azért, hogy nem telt el egy szűk hónap sem, és már sor került arra, hogy megcsorbult itt az alkatrészállomány, illetve szerszámállomány. Igen, ez meglepett minket, hogy ez ennyire gyorsan bekövetkezett. Azon vagyunk, hogy megoldást találjunk rá. Ugye itt a piacnál lévő szervizállomásnál már az átadás előtt kihelyezésre került egy kamera. Nem messze a húsboltnak a tetején van egy kamera, ami csak ezt a szervizpontot figyeli. Ez segített is nekünk abban, hogy lássuk azt, hogy feltehetően a rongálást kik követték el. Úgy néz ki, hogy itt meg is történik ennek a helyreállítása. Bízunk benne, hogy ez, ha újra feltöltjük az alkatrész, illetve szerszámállományt, akkor nem fog bekövetkezni ismételten, vagy több ideig lesz így sértetlen. A piacnál és a parkáruház közelében elhelyezett szervízpont esetében is a legnagyobb gondot a megtépázott pumpa helyreállítása okozza majd. Az ugyanis egy szegecsekkel megerősített helyen van. Pont a pumpa megóvása céljából azt a haslemezt, ami belülről védi magát a pumpát, ezt nem csak csavarokkal, hanem szegecsekkel is lerögzítettük, és nem, vagy ahogy láttuk, nem tépni próbálták, hál' Istennek, ezt a pumpacsövet, hanem a szerkezetnek, illetve az egész háznak a külső falán van egy tömszelence, ami rögzíti a pumpacsövet, hogy ne szabadon járjon az egész szervizállomás testében. És ezt a tömszelencét próbálták meg kitekerni, és ezzel hál' Istennek a csőben nem okoztak kárt. Tehát inkább most, amit látunk, az a cső kapcsán egy ilyen esztétikai kár, mert nem néz ki egyszerűen jól az, hogy lógott ez a tömszelence a csövön. Ennek a belső részéhez, hogy hozzáférjünk, ahhoz viszont le kéne újra fúrni az összes popszegecset, amivel felrögzítettük a haslemezt, és ez nyilván egy hosszabb folyamat, ami talán nem éri meg ennek az esztétikai kárnak a kijavítását. Én bízom benne, hogy ez a kár, ez meg fog állni ezen a szinten, és ezt most egyenlőre így hagyjuk, mert a pumpa effektív funkciójában ez nem okozott kárt, hál' Istennek egyenlőre. A Halasi Bringa Barát Klub vezetője szerint nagyon jó a Rotary kezdeményezése, éppen ezért ők is figyelik majd a szervizpontok állapotát. A Halasi Bringa Barát Klub azt vállalta abba, amikor tárgyaltak ezeknek a létrehozásáról, hogy figyelik a szervizpontoknak az állapotát, és hogyha valami ilyesmi történik, rongálás vagy valami más kár, akkor azt jelentik a város vezetése felé, és erre kérem most itt a tévényilvánosságon keresztül is a kerékpárosokat, akár tagjai a klubnak, akár nem, akár melyik klubnak tagjai, hogy figyeljék ezt, mert hát azért van, hogy használjuk őket nyilvánvalóan, hogy figyeljék, és amennyiben kárt látnak, akkor legyenek kedvesek, és akár felé kérdezik, akár közvetlenül a város vezetés felé, mert ez a vállalásunk, és nyilván azt szeretnénk, hogyha ezek a pontok működnének.